Mikszáth Kálmán, Bede Anna tartozása. Mindegyütt ültek a bírák. Ott künn a köd, neki nehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összép szorítá annak falait. Ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide a virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinka szag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. A bírák fáradtan dőltek hanyat székeiken, az egyik behunyt a szemeit, s kezét bágyattal leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését. A másik ásítozva dobolt ironnyával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva a pápa szemét orrahegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és vádlottak. Van-e még odakünn valaki? Kérdi vontatott hideg hangon a szolgától. Egy leány, mondja a szolga. Hadd jöjjön be az a leány! Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde légáramlat surrant be vele, mely szelíden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat. A vastag ködön át, mintha egy sugár is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés. Délceg arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve. Fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Mi áradban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja a fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom. Nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú. A szíve kikhat, mint a zene, mely, mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé. A király képe meg az ország bírói is odább nyájasan integet neki a néma farról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás. Elmondja az. Csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében. Ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúf kapocs! Nél lepattant, leesett. Milyen elbűvülő látványa, mint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej az elnöké elfordul, csak a nagy kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhivatik, hogy félévi fogházbüntetését mai napon megkezdje. A lány szomorúan bólint fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldozódva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér lilion volt előbb, most olyan a szégyentől akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt, szegény. Elegy, lányom! A törvény, törvény. Nem lehet vele tréfálni. Hát, én el is jöttem, hogy kiálljam a fél esztendőt. Az elő kétszer is megtörölgeti a szemüvegét. Mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven, és azt mondja önkéntelenül. A törvény, törvény.
Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalábakat a fehér lapon, de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítélve. A bádok karika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt odakünt, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, hideg borzongatást keltve besüvít a nyílásokon. A törvény! A törvény! A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a csengettyűt rázza meg a törvényszolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán mondani valód van még? Semmi, semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi, mert tetszik tudni a testvérnéném, azaz Anna. Ma egy hete temettük szegényt. Hisz akkor nem te vagy elítélve? Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Még nem vétek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát, úgy volt az, kérem, hogy mi alatt ez a dolga a király tábláján járt, meghalt. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat a fél esztendő miatt, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! Bár jó, hogy nem bírta kiválni, nem ezt várta. Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben. Alig bírja folytatni. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe. Azt gondoltuk hát, mit gyermekem? Az, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a haló porában. Nem mondhassa neki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kárt fizeti ki. Én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a fél esztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen nagy ív, milyen együgyű leány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli, talán lejjebb valamit. Jól van, lányom, szól halkan és szelíden. Hanem megállj csak, hát most jut eszembe. Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok. Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe. Lássák! Lássák! Olyan fájó szemrehányás van a hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a holló hajat a fején. Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom. Tisztelem édesanyádat. Mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, suttogá. S kis kezét szívéhez szorította.